én már ükszülőkre visszamenőleg tolnai származású vagyok, úgyhogy igazából a Szedresben van talán egy ága az ük szülői rokonságnak, de mindenki itt van Tolnán, apai anyajágon is, úgyhogy tényleg ilyen törzsgyökeres tolnainak vallhatom magam. A gimnáziumban ott ugye belekényszerültünk félig, meddig úgy éreztem legalábbis, hogy belekényszerültem a német nyelvtanulásba, és abszolút nem feküdt ez nekem. És amikor harmadik osztályban lehetett választani egy elektronikai irányítottságú gyakorlati foglalkozás és a német nyelv között, akkor nyilvánvaló, hogy a gyakorlati dolog felé tendálódtam, és hát ott kezdtünk el elektronikákat építeni, ismerkedni ezzel a dologgal, ami nagyon kezdetleges volt annak idején, még 74-ben. Úgyhogy az akkori osztályfőnököm, Pozsuszti bácsi, ő volt a gyakorlati tanár is, és annyira megszeretette velem ezt az egészet, hogy onnan kezdve nem volt kérdés, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Ennek köszönhetően érettségi után éppen akkor indult Szekszárdon az legelső ilyen képzés, rádió, tévé, műszerész képzés, mert korábban Pécsre kellett leutazni, aki erre adta a fejét. Akkor kezdődött itt Szekszárdon, és akkor egyértelmű volt, hogy oda jelentkeztem, felvételt nyertem, és aztán ugye egy gyakorlati helyre is kellett, mert akkor még szombaton is dolgoztunk, és ha jól emlékszem, akkor úgy volt, hogy 3 napot jártunk suliba, és 3 napot gyakorlati képzésre, ami a Gelka volt Szekszárdon értelemszerűen. Ott ismerkedtem meg a Kindli Gabival, ő ilyen ügyfélfogadós ember volt ott, és aztán hát ugye én már 72-ben az egyik osztálykirándulásra az egyik bogyisztói osztálytársam elhozta a kis szalagos magnóját, hogy hallgasson zenét is. Ez egy többnapos kirándulás volt, és akkor ott találkoztam ezzel először, mivel nem volt annyira tehetős a családom, hogy ilyennel fel lett volna szerelkezve saját zenelejátszóval. És akkor ez volt az első lépés, hogy ilyen kell nekem is. És aztán egyszer meglepetésszerűen talán még egy fél éven belül a szüleim megajándékoztak egy ilyennel, és akkor onnan kezdve elindult az őrület, a zenegyűjtés mindenféle formában, akár szokorrádióról, mikrofonnal, hogy el lehet képzelni, ez milyen minőség volt. És a lényeg az, hogy a GLK-nál pont a Virág Ákoshoz kerültem, aki az akkori hifi technikának a javításával foglalkozott, lemezjátszók, bakelit lemezjátszók, meg szalagos magnók, és akkor hát behordtam oda a saját már meglévő szalagjaimat felvételekkel, és ott hallgattam. Meg hát úgymond próbáltuk, teszteltük a javított készülékeket, de ezt hallotta meg a Kindli Gabi, és egy hétvégén kölcsön kérte tőlem a szalagjaimat, hogy átmásolna magának otthon pár zenét, és akkor úgy jött vissza a hétfőn, hogy milyen jó diszkót csinálta az én szalagjaimmal. Na és akkor innen kezdődött, hogy akkor miért ne csinálnánk együtt. És akkor jártuk ott, ugye ő Kismórágy származású, és akkor Bonyhád és Bátaszék közötti útvonalon vannak ezek a falvak, ott kezdtük el ezt az egész diszkózás témát. Akkoriban még ez messze nem volt üzlet, hanem inkább hobbi és ilyen hétvégi szórakozás, úgyhogy ja, aztán hát szétváltak az útjaink, mert Gábor ebben jobban látta az üzleti részét, aztán hát ismerjük, hogy hova is nőtte ki magát. Én meg mindig inkább ilyen háttérembert játszottam, tehát én nem vágytam a Rivalda fénybe, hogy én legyek az első ember, hanem inkább a háttérben, engem inkább a műszaki része érdekelt mindig is, meg hát a zene szeretet, úgyhogy zenegyűjtés. Itt voltak különböző buktatói a szórakoztatóiparnak, és én azért tudtam talán ezeket túlélni és túllendülni rajta, mert sohasem csak ebből éltem meg, tehát ez nekem nem egy megélhetési forma volt, hanem valóban egy olyan hobbi, amit úgy tudtam űzni, hogy közönséggel együtt. A füstgép, amikor bejött a piacra, de olyan irdatlan pénzbe kerültek, hogy főleg itt vidéken nem voltunk képesek megvenni, és akkor szintén ilyen házi tákolású, étolajat használó masinával működtünk, és az egész diszkónak olyan szaga volt, mint a Laci pecsenyének az elégetett étolajtól. Úgyhogy hát igen, mindig ugye a szegény ember vízzel főz alapon, mi igyekeztünk házilagosan, amit csak lehetett megoldani. Annak idején valóban délután 3-4 órakor kezdődött a diszkó, és legkésőbb 10 órakor otthon voltunk. És a váltás az akkor történt meg, az én életemben legalábbis, azt hiszem az olyan 95-6 körül volt, amikor azért voltak már komoly éjszakai diszkók, ugye főleg ott a környékünkön, arra gondolok, hogy 91-ben nyílt Domboriban az El Palácsó, ugye a Palának
a fixre telepített diszkója, és de mondom, a váltás az ott történt, hogy itt Tolnán a művelődési házban délután 4-től este 8-ig tini diszkót tartottam, és akkor 10 órától, akkor éppen Fácánkertben vagy Faddon kezdődött az éjszakai diszkó. De 10 órakor már ott volt a nép. Érzem a kort, és nem is foglalkozom az évek számával. Ugye erre van egy jó mondás, hogy mindenki olyan idős, amennyinek érzi magát. És lehet, többen azt mondják, hogy valószínűleg annak köszönhető, hogy rengeteget mozgok fiatalok között. Tulajdonképpen a jelenlegi barátaim is, akikkel akár szakmailag, akár magánélet részéről vagyok kapcsolatban, több évtizeddel fiatalabbak nálam. Talán az is egy szerencsés része volt az életemnek, hogy amikor ezt az egészet elkezdtem, akkor tulajdonképpen már nős voltam, és a feleségem pedagógus lévén automatikusan bekerültem a tolnai iskolák életébe. Ugye iskolákban is azért lépten-nyomon szükség van a technikai emberre, szükség van a diszkósra, mert ugye vannak farsangi, karácsonyi, egyéb rendezvények, amikor akár csak hangosítás szintjén, vagy akár a gyerekeknek való zenélés feladatával ott kellett, hogy legyek. És mivel szerintem minden túlzás nélkül mondhatom, hogy valóban egy megbízható, precíz ember vagyok, magányos, farkas jellegű vonulat van ebben a tevékenységben, hogy én szeretek mindent egyedül megcsinálni, amit egyedül képes az ember. Úgyhogy én még a mai napig is egyedül viszem a holmimat, egyedül pakolom be az autóba, ki az autóból, a helyszínt egyedül építem fel, lehet az bármekkora rendezvény, mert azt vallom, hogy ha az ember elégedett akar lenni, akkor a saját munkájával lesz elégedett. Most bárki bármilyen jótékony szándékkal igyekszik segíteni, az sosem lesz olyan, mint az embernek a saját elképzelése, a saját elvégzett munkája. Úgyhogy ez talán egy ilyen mondhatni azt, hogy már egy ilyen vénfejű gondolkodás. Nagylányom, ő nem sokat tartózkodik itthon Tolnán, ennél fogva ugye a rendezvényeimről is csak elbeszélés folytán tud, bár az elmúlt 4-5 évben elég tevékenyen kiveszi a részét a lemezlovardás rendezvényekből. Egyetlen egy a Szilveszter, ahol például a feleségem eljön velem, mert ő hozzám hasonlóan nem annyira szereti a rivaldafényt, úgyhogy inkább a háttérből segíti az ilyen tevékenységemet, de a Szilveszter ugye az egy olyan éjszaka, amikor ő is szeret velem lenni, és eddig még minden alkalommal elkísért. Egy nagyon kedves közös ismerősünknek köszönhetően ugye a tényleg a kezdet-kezdetén, így a 77-78-as időszakban, azt hiszem éppen Cikón, tehát az említett Bátaszék Bonyhád közti települések közül éppen Cikón voltunk egy ilyen említett diszkón, és hát ugye a barátok mindig eljöttek velem, mert akkoriban ugye még ott lehetett jól ismerkedni, csajozás címszó alatt eljöttek mindig, és volt egy ilyen hajnalunk, amikor már összepakoltuk a cuccot, már bezárták a műfázatot, támaszkodtunk az autóknak, vártuk, hogy Béla barátunk is előkerüljön. Ugye akkoriban nem volt még mobiltelefon, még csak a gondolata sem volt meg a fejünkben. Nem tudtuk, hogyan értesíteni, hát kiabálgattunk, hogy Béla, 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 és egyszer csak kivágódott egy kapu, a domboldalon volt egy ház, kivágódott egy kapu, Béla lobogó olyan rohant, mint a megveszekedett ménkű, és megjelent mögötte egy bácsika a kaszával, és
betyár, mert a lányomat így, meg úgy, meg amúgy, és hát akkor gyorsan kellett távoznunk a helyszínről. Ameddig csak az egészség megmarad, addig szeretném csinálni, hiszen a zene szeretetem, meg a szórakoztatás öröme az megmarad bennem.